Tiszteltek, köszöntöm Önöket. Most már elég világos mindenki számára, hogy megjelentek a DK új plakátjai, hogy Brüsszelből pénzelik Gyurcsányék és a Demokratikus Koalíció népszavazás ellenes és bevándorláspárti politikáját. Egy hét van még a népszavazásig, és ugye jól látjuk, hogy gyakorlatilag az ellenzék, a baloldali ellenzék teljes skálán megszólal, teljes skálán a bevándorlók mellett tesz hitet, teljes skálán azt a politikát képviseli, amit Brüsszel a tagországokra próbál erőltetni, azt a veszélyes és az európai értékeket és a nemzeti értékeket, illetve az európai emberek és a magyar emberek biztonságát veszélybe sodoró politikát képviselik. Ugyan azt a taktikát látjuk, és nem csak a brüsszeliektől, hogy egyszer így beszélnek, egyszer úgy, hanem az itthoniak is. Ugye egész egyszerűen nem merik nyíltan bevállalni, hogy a magyar emberek jelentős többségével szembe menve igent mondanának erre a politikára, hanem minden egyéb nyelvi csűrés csavarással és minden olyan bojkotra való felszólítással, széttépett szavazólapokkal, megrongált szavazólapokkal, érvénytelen szavazással, meg minden egyébbel azt szeretnék, hogy a népszavazáson ne lehessen ellent mondani Brüsszelnek. Most azonban megjelentek ezek a plakátok, amelynek az érdekessége ez a, magyarul fogom mondani, nyilván mondhatnánk angolul is, ahogy megvan, ugye, tehát ez az SND, vagy az SND, ez néhány embernél úgy tőlem is kérdezték a csepeli piacon, hogy az mit jelent az a izé, ami oda van írva a Gyurcsányékra. És hát nyilvánvaló, aki jártas a politikában, az pontosan tudja, mit jelent. Hát ezzel árulják el magukat, hogy valakik finanszírozzák ezeket a plakátokat, mert ezt a logót, ezt az SND logót, ezt rá kellett tenni Gyurcsányék plakátjára. Nyilván nem véletlenül tették rá. Ez ugye a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének a jele. Ismerjük már ezt a jelet régről, most pedig minden egyes DK-s plakátokon virul, és mutatja, hogy most már nem csak egy követ fújnak a szavakban, nem csak ugyanarról beszélnek, hanem a pénzek ismét összeértek, a brüsszeli pénzek ismét találkoznak Gyurcsány elvtárssal és pártjával. Emlékezzünk arra, hogy a tiltott pártfinanszírozás néhány hónappal ezelőtt elég egyértelműen és magabiztosan felmerült, amikor is az Altusznak milliárdokat juttattak egy kis európai munkáért, és most ez a logó meg egyértelműen és visszavonhatatlanul mutatja, hogy kik pénzelik Gyurcsány Ferencet és pártját, és hát a közös beszéd az pedig nyilvánvalóan mutatja, hogy miért pénzelik. Hát egyértelmű, a magyar népszavazás, az október 2-ai népszavazás ellehetetlenítése érdekében, annak megfúrása érdekében. Talán emlékeznek, hogy ennek a SND-nek, ennek a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének a frakció vezetője, bizonyos Gianni Pittella úr volt az első, aki nekiugrott tavaly a magyar kormánynak és a magyar miniszterelnöknek, és a legnagyobb problémája pont a határzár kiépítése volt, amivel egyébként sikerült megállítani a 2015. évi migráns rohamot. A másik nagy problémája pedig az volt, hogy Magyarországon nem vagyunk hajlandók táborokat fölépíteni, hanem inkább táborokat szüntetünk meg, mert ugye a magyar bevándorlás politikának egyértelmű sarokköve, hogy nem Európában kell megoldani ezt a problémát, hanem Európán kívül, nem Európában kell, és nem Magyarországon kell az úgynevezett menekültügyi eljárásokat lefolytatni, hanem azt képviseljük, hogy ahogy az amerikaiak, ahogy az ausztrálok, vagy ne adj Isten, ahogy a gazdagabb öbölmenti arab országok ezt teszik, az ő határaikon kívül kell eldönteni, hogy kit engedünk be, mert akit már egyszer beengedtünk,
az itt bent is marad. Ez azonban természetesen ellentétes a brüsszeli politikával, mert a brüsszeli politika továbbra is bevándorlás párti, és jól látható, hogy kik azok, akiket maguk előtt tolnak. Tehát most már nem csak szavakban értenek egyet, hanem a tettekben és a pénz összerakásában is. De emlékezzünk arra is, hogy ez azért nem egy rövid ideje tartó együttműködés. Hát Gyurcsány Ferenc volt magyar miniszterelnök, és 2007-ben olyan tanulmányt tettek le a kormány asztalára, amely 1 millió bevándorlóval számolt az elkövetkezendőkben. 1 millió bevándorlót szerettek volna Magyarországra letelepíteni. Az mindenki előtt világos, aki már megtapasztalta, hogy a brüsszeli bevándorlás politika az megbukott. Elég, ha csak ennek a terror következményeit, a párizsi, brüsszeli, dél-franciaországi eseményeket nézzük. Elég, hogyha megnézzük a hosszú évek óta tartó bevándorlás politika következményeként kialakult párhuzamos társadalmakat, bármennyire is tiltakoznak a svédek ez ellen, de a no-go zónákat, és hogyha nézzük azokat a közbiztonságot, egy-egy ország közbiztonságát, elsősorban a nőket, lányokat, asszonyokat fenyegető eseményeket, amit Kölnben és nagyon sok másot megtapasztaltunk, vagy legutóbb a magyar kamionsofőrnek a megverését, akkor jól látható, hogy az a politika, amit ránk akarnak erőltetni, az teljes egészében megbukott, és teljes egészében nem csak a magyar emberek, hanem az európai emberek biztonságával, szociális helyzetével, ha úgy tetszik, az európai emberek az európaiság érdekével teljes egészében ellentétes. Ezért egyetlen egy megoldás van, hiába szeretnék, hogy ez ne történjen. Rettegnek Brüsszelben, rettegnek az előretolt ékek, hogyha Magyarországon a népszavazás sikeres lesz, hogyha Magyarországon a magyar kormányfő, a magyar kormány és a magyar parlament többsége egy nagyon erős döntésre tud, mint erkölcsi alapra, mint támaszra támaszkodni a bevándorlás politikájának az érvényesítésében, akkor bizony ez más országokat is arra sarkalhat, más népeket is arra sarkalhat, hogy akár népszavazáson, akár egyéb módon, de megváltoztassák a bevándorlással kapcsolatos hivatalos álláspontjukat. Nos, mi egyetlen egy módon tudunk hitet tenni a bevándorlás, ennek a brüsszeli bevándorlás politika megállítása mellett, hogyha október 2-án minél többen veszünk részt a népszavazáson, és minél többen nemet mondunk Brüsszel politikájára. Köszönöm szépen, hogy...